Bucket of as roof it had. Last one's room and last one's prison. A himnuszok eléneklésével kezdődött meg a magyarországi németek kitelepítésének 71. évfordulójára tartott megemlékezés levélen. Die Adam pumpten noch Blut bis zur Wunde, aber das Zweiglein wurde immer dürrer. Und der Gärtner war traurig. A második világháború után hazánkban rendelet született arról, hogy a magyarországi német lakosság döntő részét kitelepítsék, míg vagyonuk a magyar államra szálljon át. A 41-es népszámlálás alkalmával 303 ezer fő német nemzetiségűnek, 477 ezer fő német anyanyelvűnek vallotta magát. A kérdőíveket nem semmisítették meg a törvény előírása ellenére sem, és ez szolgált az előzetés alapjául. Mosonmagyaróvár és térsége volt az egyik legérintettebb terület a kitelepítéskor. A második világháború ugyan 45 május 8-án befejeződött, de vesztes Magyarország megalázása és szenvedése nem ért véget. Ezzel a hazai németség sorsa is megpecsételődött, örökre el kellett hagyniuk házukat, hazájukat, vagyonukat, és mint árulók előzettek a hazából. A deportálást átélők elmondásából tudjuk, hogy naponta 30-40 házból kényszerítették távozni a lakókat. Viradatkor kezdődött a kitoloncolás, amelyet Mosonmagyaróváról jött rendőrök biztosítottak. Ágyneműt, takarót, ruhát és kevés élelmiszert vihettek magukkal kézipodgyászként. Néhány napig pajtákban és kocsmaudvarokon tartották, majd Mosonszolnokra vitték őket. Ott teleltek át, és 1946 tavaszán marhavagonokkal szállított őket Németországba. Eljött a perc, indulni kell. Anyám sírva borul az asztalra. Reszkető kézzel az elárvult otthonfalát végig simogatta, sírva. Apám szól anyámhoz, kiszáradt a rokkal. Gyere, ne nézz hátra, indulni kell. Cipőinknek, mintha ólomtalpa volna, nehezen lépkedve mentünk a vasútra. Az Újhelyi Imre téren tartott ünnepség a koszorúzással zárult, a második világháború és a kitelepítettek emlékművénél. A megemlékezés a temetőben folytatódott, majd másnap istentisztelettel zárult.